önkormányzat megbízott műszaki ellenőri szervezetének a vezetője, és most néhány szóban szeretném bemutatni, hogy az isaszegi orvosi rendelőnek a kialakítása, átépítése, bővítése milyen formában van jelenleg a mostani állapotban. Egy picit visszanyúlva a kezdetekhez, el kell, hogy mondjuk azt, bár az isaszegiek biztosan tudják, hogy az eredeti rendelő ugye az 1960-as években épült, azóta szolgálta rengeteg isaszegi polgárnak a gyógyulását, és biztosította a gyógyító munkának a helyszínét, ám akkor eljárt felette, ezért is volt szükséges az, hogy ezt a rendelőt a polgárok érdekeinek megfelelően kialakítva, bővítve egy új rendelő jöjjön létre. Ehhez biztosított forrást a magyar kormány, és jó időben az isaszegi önkormányzat meglépte azokat a lehetőségeket, amelyen ez a pályázat is elindult. A tervek alapján kiépült egy új földszín plusz emeletes bővítmény, és a két új épületszárnyat összekötő nyaktag, amely magában foglalja a lépcsőházat, illetve a kiszolgáló helységek egy részét és a kazánházakat. Magában az épületben, a régi épületben is teljes mértékű felújítás történt, szerkezetkész állapotig visszalettek bontva azok a elavult épületszerkezetek, amelyek cserére kerültek, a teljes belső épészet, elektromos hálózat, burkolat, festés, álmélyezet elkészült, a tetőszerkezet is hézacserét kapott, illetve javítást, az új épületrészben pedig kialakultak azok a szükséges funkcionális helységek, amelyek biztosítják a korszerű gyógyító munkát itt is, a Szegen is. Thank you.
Szeretettel köszöntök mindenkit a fészen. Ez egy nagyon fontos nap a Tisaszeg város egészségügyi alapellátása életében, hiszen a mai nap Eszlári doktor úr megkezdte a rendelését az új egészségügyi központunkban, és én nagyon örülök annak, hogy elődömnek dr. Tóthné Pacsverának is be tudtam mutatni az új létesítményünket, és együtt örültünk ennek a vadonatúj épületnek. Reményeim szerint hamarosan valamennyi érintett át fog költözni, tehát a gyerekorvosi részleg is, illetve a védőnői szolgálat is át fog költözni, és megkezdtük a tárgyalásokat az ügyben, hogy különböző szakorvosok is rendeljenek itt az épületben. Azt gondolom, hogy ez egy jelentős lépés volt a város egészségügyi ellátásának az életében. Mi már tudjuk a következőt is, nagy örömmel van önöknek, hogy már azon dolgozunk, hogy hamarosan a fogorvosi szolgálat is egy új objektumba tudjon költözni két önálló rendelővel. Köszönöm a figyelmüket, hát és ha muszáj, akkor használják az épületet. Viszontlátásra!